A kulturális megmondó emberek nagy része, másik nagy része pedig Sevcsukot tartja az orosz rockzene atyának. Hát ezen ők maguk nem vesztek össze, úgyhogy szerintem az ítészek se vesztenek ezen össze. Oroszország nyugat, észak-nyugati részéről, Oroszország keleti részéről szépen haladt egymással szembe ez a két irányzat, és aztán találkoztak. Ugye közben voltak azért moszkvai nagyok is, meg aztán elérkeztek az abszolút keleti partvidékre, ugye, mert hogy ugye a balti tengernél ott már megáll, nem csak a tudomány, hanem megáll a földrész is, és pont a balti tengerről énekel, és csak a következő dalába, és a szemem előtt az a kép van, hogyha valaki látta a Lérta című orosz filmet, ami sokáig ment idehaza a mozikba, szintén az orosz rockzene születésének úgymond első napjairól. Ez a homokos tengerpart hatalmas fenyőkkel. Ez a, és nagyon csöndes, hűvös, szeles kicsit ez a vidék. Valahogy ezt idézi a következő dal. В этой глуши мы с тобой пережили больше того, что когда-то хотели. Стаи цветов над полями кружили тоньше небес, что нас когда-то раздели. Краски на холст ты устало бросала, путая белое с черным в ответах. Szervusztok, kedves hallgatók! Remélem, hogy tetszik, amit láttok. Ez én vagyok, nyaktól lefelé övig. Ugye szép? Nyaktól lefelé övig élő adásban. És meghallgassuk, hogy egyáltalán van-e élő adás. Sajnos ilyenkor nekem ilyen technikai gondjaim szoktak támadni. Elmúlt két hétben, és most szeretném, ha nem lennének. Mert a múltkorában túl későn érkeztem, és akkor ezért voltak ilyen gondjaim. És most azt szeretném, hogyha nem lennének. Ezért szépen le fogom kontrollálni az élőadást. Bizony. Élőben a civil rádióban. Miért nem hallom? Hallom, rendben lesz ez. Hát nem leverem megint a kamerát? Istenem! A civil rádióban semmi sem örök. Itt mindig minden folyamatosan változik. Olyan jó lenne, nem tudnám innen leesni. Annyira örülnék, hogyha itt valami stabil rögzítési megoldással nem esne. Na. Most már legalább látjátok, hogy mennyit szenved itt a műsvez. Műsvez szerkesztő. Na. Úgyhogy lehet ezzel röhögni. Hát ezt idézte a balti tengerpart, nagyon, nagyon különleges, nagyon érdekes hangulata van. Jártunk ugye a tengerparton is. Semmihez sem hasonlítható a balti tengerpart. De hagyjuk is. Inkább átövezek gyorsan a
Ha már vízről, meg tengerről van szó, az album címadó dalára reagálják. Szóval, kedves hallgatók, itt van a mikrofon fejű hülye gyerek, azaz Dabis Balázs Szilviusz, a hét szörnyű koponyányi monyók, aki ma este is arra készül, hogy titeket szórakoztasson, mert ti vagytok olyan perverzek, hogy itt kukkoljátok, hogy mi történik, hajl a civil rádió stúdiójában 21 óra 46 perckor. Hát mi történne más, mint beül ez a dagadt műsorvezető egy hétfő esténként ide, és elkezd csinálni egy élő rádióműsort. No, hát ezt láthatjátok majd most ti is néhány másodperces késéssel, mert nem élőbe bizony, nem élőbe látjátok, hanem pár másodperccel később látjátok. Ma este nagyon sok jó zenét hoztam, jut eszembe, be is kéne ezeket helyezni. Odaja. Adás lebonyolító programba. Meg is vagytok, édeseim. Megnyomom a kedvenc billentyű kombinációmat, ami a Ctrl plusz A. És utána a nagykövér Enter. Hú, már öten nézitek ezt a semmit. Na, kedves rádiónéző gyerekek, ma este a háláról fogunk beszélgetni, ami azt hiszem, hogy egy nagyon hálás téma, nem is lehetne más. Már csak azért is, mert a legtöbben már fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy hála. Nem szoktunk hálát adni, velünk sem hálásak senkik, és azon kívül pedig sötét van a stúdióban. Erre most jöttem rá. Ez engem ideges. És hálás vagyok azért, hogy egy villanykapcsolás segítségével én most ide tudtam fényt varázsolni. Jaj, nagyon szeretem a fényt, kedves rádiónéző gyerekek. A fény egy jó dolog. Így az éjszakában is elűzzük a sötétséget, és világosságot hozunk ide, a civil rádió éterébe. Ezen a rendkívül esős, undorító hétfőn. Nem tudom, hogy ti észrevettétek-e már azt, de én igen, hogy hétfőnként sokkal, de sokkal gyakrabban esik az eső, mint a hét másik napjain. Mint hogyha tudná az az átkozott időjárás, hogy mikor van hétfő. Hát én ezt nem értem. Komolyan, ezt magyarázzátok meg nekem, hogy miért van az, hogy hétfőnként sokkal, de sokkal gyakrabban esik az eső. No, megnézem, hogy itten írte már valaki hozzá szólást. Azt látom, hogy jelenleg itt van velünk Tódor, Tódor Géza, akik jelenleg nézik ezt a műsort, őket nagyon sok szeretettel köszöntöm. És hát van egy chatfalunk is, amelyen keresztül ugye lehet hozzászólásokat küldeni. Sőt, csatlakozott a Csődör Feri is, személyesen azaz Ferenc Farkas Junior. Szevasz Junior, üdvözöllek itt téged is. Pacsi Hali, Tódornak Pacsi Hali, jönnek a zsíros gőzök mindenféle kazánokból. Egyszerre kettőből, figyelj! Nusta! Szóval, ez a nagy büdös helyzet, kedves hallgatók, itt a 98 MHz-en. 10 perc múlva belekezdünk ebbe a nagyon hálás témába. Azért is, én szeretek ilyen kihalt dolgokat belehozni ebbe a műsorba, ami nem is létezik tulajdonképpen, mint a erények például. Tehát erények az úgy nem igazán szoktak mostanában úgy fontosak lenni bárki számára szerintem, de hát mindegy. Van még egy kis dolgom, mégpedig az, hogy megosszam ennek a videónak a linkjét a másfél holdpont csoportban, mert hogy ottan, nem tudom, csak a másfél holdpont klubban. Itt lehet nézni. És láthassátok, hogy dolgozik a gőzlérparaszt, meg a hétszörnyű koponyányi monyok. Azt mondja, megosztás, mi is az egy ódal? Megosztom egy ódalon. Olyat hogy tudunk csinálni? Na. Az a baj, hogy nekem már ez a Facebook, ez már ilyen általam kezelt oldalon, ez az. Változatosság kedvére azt hittem, hogy tessék nézni itten. Úgyhogy ilyen csodákat lehet mívelni. Hát, hogy jönnek az emberek. Üdv, Szilviusz, írja Farkas, nem, Ferenc Farkas Junior,
akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a live streamben, a mai adás. Hoz remélem, Feri, te is hozzá tudsz kapcsolódni. Te miért voltál, vagy hálás az életedben? Egyáltalán kell-e hálásnak lennünk? Fontos-e ez a dolog egyáltalán erre? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre leszek ma kíváncsi, úgyhogy bízom benne, hogy csatlakoztok, és hát már itt van egy hozzászólónk is, aki mondjuk azt hiszem, hogy a tükörkép csoportba mondta el a gondolatait, de attól függetlenül Attiláról van szó, azaz a mi farkasunkról, de el fogom azt is olvasni pillanatokon belül, úgyhogy addig is szóljon egy kis muzsika néktek, és akkor utána majd jövök nem sokára vissza ide élőben, már akkor a rádióadással együtt is. És hogy hát ez nem muzsika lesz, de mindegy. Nem, nagyon sokat beszélnek. Jó, sokkal jobb lenne, hogyha mindig zenemalom lenne előtte, mert abban sokkal több zene van. De hát ezt most így hirtelen nem tudom megoldani jobban ennél. Észak-Amerikában, Amerikában koncertezik, ott turnézik. Azért mondom Észak-Amerikát, mert nem csak az Egyesült Államokban, hanem Kanadában is. Ismételten egy rettentő beteg és nehéz heten vagyok túl, héten. El se tudnám mondani komolyan ebbe a két órába, hogy mennyi minden történt velem, és mennyit kellett dolgozni, szóval beteg sok munkán, és nagyon kevés alváson, és nagyon kevés evésen, és nagyon kevés emberi érzésen vagyok túl, bár azért hál' Istennek abból kijutott, mert azért a szeretet, meg a jóság, meg a kedvesség, azok olyan dolgok, amelyek, hogyha nincsenek meg az ember életében, akkor abban nagyon belekeményedik, még egy férfi embernek a szíve is, nem hogy egy női. Tehát csak a kőkemény hajtás és rohanás és határidők és feladatok vannak egyfolytában, abba bele lehet pusztulni. Úgyhogy menjünk Jordániába, menjünk bárhova, az Azori-szigetekre, Új-Zélandra, Szerbiába, tök mindegy, hogy hova menjünk, valahova, kapcsoljunk ki, tegyük takarékra az agyunkat és a feladatainkat, felejtsük el. De én már komolyan annak is örülnék, hogyha lenne egyetlen egy olyan nap az életemben, amikor alhatnék. Amikor senki semmiféle feladatot nem szabna nekem. Amikor senki nem mondaná azt, hogy én most valamit csináljak, de gyorsan, mert már ezer éve nem csináltam ezt, és nem és kellene. Ilyen például, igen, a Gőzlérparaszt csatorna is, amit egyébként tök szívesen és szeretettel csinálnék és folytatnék, hogyha lenne rá két másodperc időm, vagy két órám valamikor, de hihetetlen, de tényleg nincs. A mai nap például hajnali 4-ig dolgoztam, úgyhogy olyan este 10 óra magasságába ültem le, úgyhogy előtte az egész vasárnapot délelőtt 10 órától 19 óráig egy adott helyszínen végignyomtam, mint tudósító. Előtte szombaton szintén, úgyhogy mondjuk az rövidebb volt, de akkor is, és közben mondjuk csináltam két vendégséget, ahol én főztem, mondjuk azt élveztem, hogy az hobbi. Nekem a főzés az szerelem. És az hálás feladat is volt, mert jó látni az embereket, hogy ízlik nekik az, amit főztél, és szeretik, és megeszik, és megdicsérik, meg nem tudom, tényleg a főzni valakire, hogyha az hálás érte, az jó dolog. Főzzetek ti is egymásra. Листают в айфоне свой старый архив. Травматику счастья, диезы тепла, где память как промах, как сажа бела. Я для мускфизкультуры давно не кумир. В петербургских парадных. Bocsánat, lányos zavaromban, meg Máté mutató újjára tekintet elfelejtettem elköszönni. Szervuszok, köszönöm, hogy hallgattátok a Málinki Rockotot, és köszönöm Máténak is az építő közreműködést. Szervusztok! Yeah.
спевай новые песни. Любовь голодна, на красивых концертах зевает она. Большая, большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому. Не сожрет ее плесень, не засыпят пески, не склюет ее печень, не задушат носки. Где вы новые песни, ваш спасительный грех? Нам осталось немного, но она есть у всех. Жизнь художественный свет. Az elmúlt órában egy korábbi adásunk ismétlését hallották. It's not the place that I grew up in. It's not the body I was born with. They're not the trees. Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek. Каждую пятницу в 7 вечера в эфире Civil Radio FM 98.0 слушайте программу русскоязычной редакции «Голос Будапешта». Новости недели, комментарии и советы экспертов, анонсы предстоящих событий и большие интервью с гостями студии. А еще качественная отечественная музыка. Будьте с нами на Civil Radio FM 98.0 в социальных сетях и в интернете. www.budapestvoice.com. Szia, Szilvia! Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak... Szia, Attila! Kutya kötelességük beszélni. Szia, Gábor! Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorvezető Timár Andrea. Minden szerdán 14 órakor a Civil Rádióban. A Demokrácia Most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára, a részvétel jelentőségére. Olyan példákat, küzdelmeket, mintákat és élettörténeteket tárunk hallgatóink elé, amelyek a közösség erejét mutatják, az összefogás szükségességét egy-egy problémának. Szia, Juli! Szerdán este 7-től 8-ig itt a Civil Rádióban. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották. Hát ilyen furcsán most elrontottam a adásmenetet, és beraktam a másfél hotpontnak a zenéjét, vagy mi ez, a szőnyegét, ahelyett, hogy egy zeneszámot hagytam volna még itt befutni. Úgyhogy most egy perccel hosszabb lesz a másfél volt pont ezért. Ezt jól elrontottam, de hát ezért ne haragudjon senki rám. Remélem, hogy nem olyan nagy baj. Azért megvárjuk a 22 órát, amikor mindenki becsatolja a biztonsági öveit, és elkezdődik az a két órás őrület, amelyet Sovány Vigasz egy túlsúlyos világban alcímmel szoktunk illetni. Hál' Istennek már itt szépen gyűlnek a népek a Facebook Live-on is. Itt van velünk Juli, itt van velünk Attila, itt van velünk Gábor, itt van velünk Szilvia, és még sokan mások, akik ma este remélhetőleg hozzá fognak ehhez a műsorhoz szólni, amely a Civil Rádióban hétfő esténként van, és amelynek neve bizony nem más, mint... Másfél holdpont, Sovány Vigasz egy túlsúlyos világban. Na hát ez volt a 10 órás szignál, kedves hallgatók, én meg Dabis Balázs Szilvius vagyok, és ez a másfél holdpont. Itt a 98 MHz-en, és hát nagyon kedvesek vagytok, hogy tényleg már ilyen sokan hozzászóltatok ehhez a mai műsorhoz. Többek között Judit azt írta, hogy én egy jordániai utazás emlékiért vagyok hálás. Ma este most már kitalálhattátok Judit hozzászólásából is, hogy a hála a mai témánk, vagy aki esetleg odafigyelt a Facebookon, vagy a Civil Rádiónak a fórumába, ott is kitettem ezt a történetet. És azt is megtudhatjuk, hogy Attila miért hálás. Hálás vagyok, hogy egy hónap múlva egy olyan nőt vehetek el, akit
imádhatok, és aki viszont imád. Hálás vagyok, hogy ezt itt Albionban tehetem meg, na és hogy ezzel itt eldicsekedhettem. Hát fantasztikus, örülök neki egyébként, hogy így éled meg ezt a dolgot, és tudod, mit kívánok neked, Attila? Hogy 40 év múlva is pontosan ugyanígy érezd. És meg a párodnak is, hogy ő is ugyanúgy érezze azt, hogy de jó volt az Attilához hozzámenni feleségül. Úgyhogy kívánok nektek nagyon sok boldogságot, és majd remélem, hogy itt a műsorban is eldicsekedsz majd az esküvőtökkel, hogy hogyan sikerült, lelkileg, hogy éltétek meg ezeket a pillanatokat, és hát annak kevésbé örülök, hogy mindezt a ködös Albionban teszitek meg, de hogyha nektek jó, akkor áldásom rátok, mert nem tudom, hogy jövök ahhoz, hogy áldást mondjak rátok, de áldást mondok rátok, és kívánom azt, hogy na nem sok boldog házasságot kívánok, mert az azt jelenti, hogy többször is házasodtak majd, és nagyon boldogok lesztek minden egyes házasságban, hanem egy nagyon boldog házasságot kívánok nektek, amiben megtapasztalhatjátok minden szépségét ennek az egész történetnek. Úgyhogy bízom abban, hogy nagyon jól érzitek majd magatokat. Na hát itt van velünk nagyon sok ember, Géza, meg Feri, meg Gábor, meg Szilvi, meg Juli, meg mindenféle ember. Juli azt írja, hogy Szilvius, nem vagyok hálás neked, amikor eltűnsz abban a nagy feneködben. Nincs is olyan nagy feneköm. Na hát a lényeg az, hogy azért én itt elgőzölgetek itt magamban, azért ne írja szó a ház elejét, még hogyha a rádiónéző gyerekek ezt lássák is. Úgyhogy mindenkitől elnézést, akit zavar ez a történet, de attól függetlenül szerintem lehet, hogy nagyon sokan meg azért jönnek ide, hogy lássanak jó zsíros gőzöket felszállni itt a CV rádiónak az éteri levegőjébe, ami egyébként rendkívül füllett ezen az esős napon. Olyan mérges vagyok ezért, mert szerintem rendszerint hétfő estén esik a legtöbb eső. Nem tudom, hogy az időjárás, vagy a jóisten, vagy aki ezt az egészet csinálja, ez mennyire veszi számításba a hét napjait, de úgy gondolják, hogy a hétfőket úgy is utálják az emberek, akkor azt már roncsuk el egy jó kis ilyen egésznapos esővel, amikor csörök, csepeg, teregetni se lehet, kirándulni se jó, semmi se jó, a hangulatod is rossz lesz, jön a front hatása, nem tudom micsoda. Hétfő az már úgyis eleve elrontott nap, roncsuk el még jobban az időjárással is. Nagyon mérges vagyok ezért. Rendszerint bőrigázom, amikor ide a stúdióban jövök, meg amikor innen elmegyek is. Tehát nem jó ez. Tehát legyen már az, hogy most már süssön a nap, most már elég volt ebből az esős évszakból. Szeretném, ha jó idő lenne. Attila írja, hogy Szilvius, köszönöm szépen a párom nevében is, a te áldásod is sokat számít. Hát én hálás vagyok azért, hogy ezt mondott, kedves Attila, hogy az én áldásom az sokat számít. Miért vagyok én hálás? Tulajdonképpen mindenért hálás vagyok. Először is hálás vagyok azért, hogy anno az a hímivar sejt, amely engem nemzett, az a leggyorsabb volt. És hogy odaért ahhoz a petesejthez, amiből a másik felem lett. Hálás vagyok azért, hogy megszülethettem, hogy egészségesen születtem meg. Hálás vagyok azért, hogy még most is a egészségemet viszonylag úgy sikerült megőriznem, annak ellenére, hogy rengeteget tettem annak érdekében, hogy ez nem működjön, és ilyen jól, meg még sajnos most is teszek érte, bár próbálok most már ellene is tenni, de a lényeg az, hogy azért eltekintve egy mondjuk olyan 5 napja tartó folyamatos fogfájástól, ami most is kínoz, azért különösebb problémám, de van, a bal csuklóm az valamiért most ilyen tropára ment, és ha valamit meg kell emelni, akkor ilyen iszonyatos fájdalmakat élek meg, de egyébként úgy nem fáj, tehát úgy el vagyok vele. Attila írja, hogy én szeretem az esőt, pontosabban megszoktam már itt, hát lehet, hogy nekem is ki kéne költözni Angliába, hogy megszeressem ezt az állapotot. Én leginkább azt egy olyan éghajlattól érezném jól magam, ahol reggel kellemes idő van, délben kezd ilyen melegedni. 2 óra környékén, 14 óra környékén leszakad egy irdatlan zápor, minden felfrissül. 3 óra környékén, amikor már kiszieztáztad magadat, újraindul a felmelegedés. Este már olyan kellemesebben, de melegecske van.
És aztán utána az éjszakák is nagyon kellemesek, ilyen rövidújus, bermuda nadrágos, laza történetek. Hát, ilyen valahol a Mediterráneumban lehet, az biztos, hogy nem Magyarországon. Ja, és hogy ez van egész évben. Tehát ezt szeretném, hogyha ez lenne egész évben folyamatosan. Úgyhogy nem tudom, hogy hol van ilyen időjárás, de egyébként én hálás vagyok azért is, hogy itt a Kárpát-medencében nincsen minden nap tornádó, nem kell félni rettenetes nagy árvizektől, sárlavináktól, földcsuszamlásoktól, földrengésektől, vulkánkitörésektől, és ehhez hasonló szörnyűségektől, úgyhogy talán mégsem olyan rossz hely, ahol élünk. Ugye Gábor csatlakozott, Györgyi Gábor barátunk is ma itt a Facebook Live-hoz, úgyhogy őt is nagyon nagy szeretettel ölelem éteri keblünkre itt a mai adásban. És hát remélem, hogy Gábor, te is elmondod, hogy te miért vagy hálás, hogy hálás vagy egyáltalán, mert azt is lehet mondani, hogy gyerekek, én életemben soha semmiért még nem voltam hálás, és azt sem tudom, hogy mi az a hála. Nem adtam hálát semmiért, nem hálálkodtam senkinek. Sőt, mi több még lehet, hogy van olyan közöttetek, kedves hallgatók, aki úgy érzi, hogy a hálálkodás az valamiféle ilyen rossz dolog, és hogy nekem ne hálálkodjon senki, én is szoktam senkinek hálálkodni. Tök természetes dolog az, hogy jót teszünk egymással. Aki nem tud jót tenni a másikkal, az menjen a sufniba. És nem kell itt hálálkodni, nem erre van szükség, hogy hálálkodjunk, hanem azt, hogy jót tegyünk egymással, aztán lépjünk tovább. Én tovább lépek egy zeneszámra, amely egy tulajdonképpen egy régi új felvétel Peter Gabrieltől, aki nemrég jelentette meg a PJ Rated című korongját, amelyen hát ilyen ritkaságok szerepelnek, olyan Peter Gabriel felvételek, amelyek filmekhez, mozik filmekhez készültek, tehát ilyen soundtrackek magyarul, és hát eddig nem kerültek korongra, amely nekem is úgy ismeretlen volt, ez egy viszonylag újabb felvétel, azt hiszem, hogy 2017-es vagy 18-as, az a cím, hogy Every Bird, és nagyon jól szól az öreg mestertől. It's not the place that I grew up in. It's not the body I was born with. They're not the trees that I once played in. That now surround us, bars in a prison. Every bird was born with feathers. Every wing was shaped to fly. We spin around till we stop for motion. Let the heart move till the earth can touch the sky. Deep in my bones, in a thousand deserted homes. Anytime that you feel alone, I will find you where you are. Go where you are. In the garden behind the wall, spinning coins and I watch them fall. Though I've lost all the wherewithal, I will find you where you are. Go where you are. Release the future so this living can begin. Not in the ship that charts the heavens. Not in the words that fall like hailstones. Not in the light you disappear. I'll be the mirror you can't.
the lines etched on your face, in a stretch that cut open space, any place that you leave a trace. See ya, Dragunov. Where you are, go where you are, in the city, inside the wall, where you watched all the young ones fall, though we've lost all the world's all. When we are gone. Ez meg már a KFT és az édes élet itt a 98 MHz-en. Lár érte, ez nagyon jó. Ez volt az édes élet, kedves rádionéző gyerekek, hamarosan folytatódik a másféle holdpont itt a 98 MHz-en. Civil rádióban nagyon köszönöm a rengeteg hozzászólást, itt közben beindult Györgyi Gábor barátom is alaprul, és de Gábor, kérnélek, hogy ne privát üzenetben ír nekem okosságokat, amit így is úgy is be fogok olvasni, mert tényleg nagyon klassz, amiket írsz. Másrészt oda-oda a chatfalra, légy olyan kedves, oda a videó mellé. Köszönöm szépen!
Ez a 98 MHz és az emberi hang a Civil Rádióban, az Dabis Balázs Szilvius, én most jelenleg a hét szörnyű Koponyányi Monyiké Monyóké, meg a Gőzlér Paraszté, és hát remélem, hogy ma este egyre többen csatlakoztok hozzánk, már így a Facebook Live-on is látszik az, hogy nagyon sokan itt vagytok, és köszöntöm nagyon sok szeretettel Dragunovot, meg Júliát, meg Györgyi Gábort is, aki időközben csatlakozott, és azt írja Gábor privát üzenetbe, de én azért vagyok olyan pofátlan, hogy beolvasom, mert a témához kapcsolódik. Egyrészt írja, hogy fáradt vagyok, az szerintem a rádió néző gyerekek számára az látszik. Próbálom magamat felszívni. Ja, tényleg találkoztam a Zaher Gáborral a héten, és pont előtte pedig egy fogadásom voltam a Gellért szállóban, ahol belém diktáltak egy pezsgő tégyomorra, és egy kicsit úgy megcsapott, és úgy rögtem is, hogy megyek a Zaherrel találkozni, úgyhogy alkoholos állapotban vagyok. És akkor mondom addiktológus úrnak, hogy 18.45-re ugye meg van beszélve az interjú, és azt mondja, hogy igen, igen, azt mondja, mindjárt megyek, azt mondja, álljatok be, és ilyen mozdulatot tett, mint hogyha kokain csíkot szívott volna föl, azt mondja, szívjatok föl két csíkot, azt már megyek is. Nagyon aranyos volt. Én bírom a csókát, haláli humora van egyébként, és maga az előadás is nagyon jó volt itt a Fővárosi Művelődési Házban. Sajnálom, hogy nem tudtam végignézni, mert hova is kellett jönnöm? Azt hiszem ide a Civil Rádióba, csak ezt a múlt héten nem meséltem el. Na szóval azt írja Gábor, hogy hálás vagyok, hogy van egy kedvesem, hálás vagyok, hogy vannak barátaim, hálás vagyok, hogy vannak, hogy még velem vannak idős szüleim. Hát ez egy óriási dolog, hogyha az ember egy olyan szeretett környezetben élhet, ahol nincs egyedül, ahol tényleg kedvelik őt, és ezt tudtára is adják. Tehát, hogyha ha kap az ember szeretetet, akár fizikailag is, tehát testi értelemben is, lelki értelemben is, ez egy óriási dolog, hogyha a simogatások, ölelések, szex, bármi van az ember életében, ami teljessé teszi azt, mert igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen szempontból is egészek legyünk, kiegyensúlyozottak, kielégültek legyünk, mert egy egészséges felnőtt ember az bizony, ezt nem kell hosszasan, azt hiszem senkinek sem bizonygatni, ez erről szól, hogy meg kell, hogy legyen ez a egyensúly is az életünkben, különben hát defektessé válunk. Aztán a pihenés, az étkezés, tehát az, hogy normálisan tudjunk aludni, enni, na ez az, ami nekem úgy nem igazán adatik meg, inni, mert van, akinek még azt sem adatik meg, hogy éppen megfelelő mennyiséget igyon, vagy igyon, amikor szeretne. Én is sokszor nekiállok dolgozni, és mondjuk, hogy 3 óra után érzem, hogy valami nagyon nem stimmel, és akkor rájövök azt, hogy 3 órája nem ittam semmit. Most nem alkoholra gondolok itt, félre ne értsetek, hanem egyáltalán vizet sem, mert annyira sietek azzal, hogy elkészüljek a feladatokkal. Aztán itt van velünk ma este Szilvia, aki azt írja, hogy hálás a gőzért, Attila azt írja, hogy Szilvius a gőzokádó sárkány, ez azért írják, mert akik nézik ezt az adást a Facebook Live-on keresztül, egyébként bárki nézheti, hogyha a Facebookon megkeresitek a másfél hold.pont oldalt, ez úgy van írva, hogy 1.5 hold, csupa nagybetűvel és egy pontocska a végén, hogyha megkeresitek ezt az oldalt, akkor ott láthatjátok a ma esti műsornak a linkjét, vagy az élő közvetítésnek a linkjét, és akkor nézhetitek is, hogy milyen szép vagyok, miközben vezetem ezt a csodálatos rádióműsort. Na, és aztán tényleg köszönöm, hogy Szilvi, hálás vagy a gőzért, bár Júli éppen az imént kritizálta meg ezt a dolgot. Aztán Attila írja, hogy még hogy öreg Peter Gabriel, a mester, még csak 69, a legjobb évjárat. Nagyon szeretem ezt a számot, nem is tudom, hogy miért. Aztán a használt ruha nagykereskedésben, írja Attila, szokott lenni hálabontás. Várjál, hol van? Mindjárt megkeresem. Itt van valahol, de ezt csak azok fogják hallani, akik rádiót néznek. Fejbe lőttem magam. Na mindegy. Ez ilyen vicc volt tulajdonképpen. Azt mondja, hogy itt van velünk a Béla is, a Dragunov. Őt is nagyon sok szeretettel köszöntöm, aki Szevával köszönöm ma este. Szeva, kedves Dragunov barátom, és akkor most már Feri is tudja, hogy mi a mai téma.
és Szilvia írja, hogy gőzszülött vagyok. Szilvius a gőzben született, írja Attila. És aztán itt az imént playbackeltem a KFT nótájára. Hát biztos, hogy nem voltam olyan szép, mint Lár András. Sajnálom, hogy András most nem tudott fellépni. Lár érte, írja rendkívül viccesen Attila barátunk a ködös Albionból. Júlia pedig írja, hogy Ervinné tíme a világíte itt. Úgy látszik, valakire ráakadt, aki számára kedves. És Ervinné tíme a világinak tetszik a másfél hat pont videója, úgyhogy őt is köszöntöm. Szervusz, kedves tímea, itt a 98 MHz éterében. Csődör Feri írja, hogy én hálát adok minden egyes napért, óráért, és most hálát adok azért, hogy úgy néz ki, megtaláltam életem párját. Hálát adok, hogy jó munkahelyen dolgozom. Hát nagyon örülök neki, kedves Feri, hogy a te sorsod ilyen jól alakult, vagy a te sorsod is ilyen jól alakul, mert azért itt idáig csupa pozitív hálaadás érkezett. Ez egy ilyen Thanksgiving Day itten a 98 MHz-en, és ez tök jó. Tehát én ennek nagyon örömmel adok teret, mert azt veszem észre, hogy az emberek már elfelejtettek hálát adni, már nem tudják, hogy mi az, és nem tudják, hogy miért jó hálát adni, és erre is kíváncsi vagyok. Nem akarom elmondani még az én verziómat, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ti személy szerint hogy élitek meg a hálaadásnak a jóságát, hogy miért jó egyáltalán hálát adni saját szempontotokból. Tehát miért fontos az, hogy hálát adjunk nektek személy szerint. Miért nem annak, akinek hálát adtok, lehet az ugye egy másik ember, vagy Isten, vagy a sorsotok, vagy amit akartok, de nektek személy szerint miért fontos az, hogy kibondjátok azt, hogy én hálás vagyok valamiért. Itt van velünk Benke Ákos is, itt van velünk Vincenzo is, akit üdvözlök nagy szeretettel, és hát itt van velünk még Attila, aki azt írja, hogy hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem hittek bennem. Ez nagyon érdekes. Mert ebben a 3 évben talán be tudtam bizonyítani, hogy nem volt igazuk. Hát ez is egyfajta hálaadás tulajdonképpen, mert valószínűleg ez inspirálta Attilát arra, hogy akkor gondolom kimenjen Angliába, és ott megcsinálja a maga szerencséjét. Aztán itt van Tímea, aki köszön, hogy szia Szilvius, és én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm őt ebben a adásban, és bízom benne, hogy kedves Timi, te is elmondod azt, hogy te miért vagy hálás, hogy miért fontos szerinted hálát adni dolgokért, és te hogyan szoktál egyáltalán hálát adni. Szilvi írja, hogy hálás vagyok, hogy van kedvesem. Ez egy óriási dolog egyébként sokszor, tehát az emberek rendkívül magányosan élnek, sokszor még párkapcsolatokban is. Hogyha olyan intenzíven élitek meg a kapcsolatot, mint ahogy most, amiről Attila, Gábor, Szilvi is beszámol itt a mai műsorban, akkor az tényleg remek, és tényleg rengeteg erőt, energiát, életkedvet tud felhozni az emberek számára, és én azt kívánom mindenkinek, hogy ezek az állapotok 10, 20, 30, 40 év múlva is ugyanilyen frekventáltak legyenek, és ugyanúgy ki tudjátok mondani minden reggel és minden este, hogy én hálás vagyok neked, kedvesem, hálás vagyok neked, feleségem, férjem, hogy itt vagy velem, hogy szeretsz engem, hogy összetartozunk, és hogy ez a kapcsolat közöttünk működik oly sok gond és probléma ellenére is, hogy mindig meg tudjuk oldani a problémákat, és át tudunk lendülni a nehézségeken. Ezek óriási dolgok, szóval ezek abszolút mértékben így működnek. És Gábor még azért is hálás, hogy mától korlátlan nete van. Éljen a korlátlan net! Mobilon? Mert akkor nagyon irigykedem, hogyha ott sikerült megvalósítani. Én is próbáltam mobilon korlátlan netet megvalósítani, de valahogy nem jött össze. Ja, és hát Attila nagyon kedves. Azt írja, hogy hálás vagyok neked is, Szilvius, hogy valahol kiadhatom a lelkem. Hát persze. Ez a műsor egyébként halálkomolyan tényleg telibe találtad. Ez a műsor pontosan azért van, hogy kiadja a lelkünket. Ez egy lélek kiadó. Úgyhogy éljetek a lehetőséggel.
Ma nagyon sokszor fogtok hallani egy görög együttest, akik progresszív heavy metalt játszanak. Ők a Fragile Westness, és mindössze három lemezt jelentettek meg 2002-ben, 2005-ben és 2017-ben. A 2002 mindegyik lemezen más énekel, az első kettőn két férfi, akiknek a nevét most nem fogom tudni elmondani, hogyha tudnám, sem merném elmondani, meg görögök. Annyit viszont tudok az első énekesről, hogy ő a görög állami operaháznak az énekese, és hát rockzenét, heavy metalt is fantasztikusan tudott énekelni. Nagyon sajnálatos dolog, hogy ő már a második lemezem nem ő énekel. A második lemez, ez egy nagyon világzenés album lett, annak az az értéke, hogy a progresszív heavy metal mellett, azért meg a jazz, meg a komoly zene mellett ott már azért előjönnek ezek a népzenei elemek is a világ mindenféle zenei kultúrájából. A harmadik lemez meg egyszerűen egy nagyon elvont, fantasztikus korong, és azon pedig egy hölgy énekel, hogy mindig így változzon ez a történet. De szerintem erre a bandára mindenképpen érdemes odafigyelni, én 2010 óta játszom őket itt a másfél hotpontban, főleg ezt a 2002-es lemezt, amiről most a Weep No More fog forogni, ez az együttesnek az egyik legnagyobb slágere. Hallgassátok sok szeretettel, iszonyatos ritmusa van, nagyon lendületes. Én hálát adok az Istennek, hogy a Fragile Westness zenekar Görögországban létrejött. Sajnálom, hogy nem ilyen zenéket játszanak a magyarországi rádió korbaszájba. Azért figyelitek, hogy micsoda váltások vannak ebben a muzsikában.
Hol van Acsi barátunk? Bocsánat, hogy néha így rágom a pofámat, de tényleg elnézést kívánok, de iszonyatosan be van gyulladva az ínyem, meg a fogam, meg az arcüregem, meg mindenem. Sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Tudod-e már, hogy valami történik velünk, amit úgy hívunk a világ? Még mosolyogsz rám, aztán egy perc sem múlik el, már is azt mondjuk, hogy emlék. Forog a föld, és mindig lesz olyan dolog, ami megtörténni akar. Ide is ér, és ahogy jött, úgy megy tovább, tova tűnik, meg nem áll. A sínek mellett egy állomás, de tovább mész, meg sem állsz. Tudod-e már, hogy valami történik velünk, amit úgy hívunk a világ. Mosolyogsz rám, aztán egy perc sem múlik el, már is azt mondjuk, hogy emlék. Itt vagy mellettem, de te is tudod talán, egyszer emlék lesz ez is, mint annyi más. Magadban őrizd a amit úgy hívunk a világ. Tudod-e már, hogy valami történik velünk, amit úgy hívunk a világ. Még mosolyogsz rám, aztán egy perc sem múlik el, már is azt mondjuk, hogy emlék.
Zümzüm, ez itt a 98 MHz, és az imént egy Karinti unoka, mégpedig Karinti Vera énekelt Bornai Tiborral közösen. Ez volt a Valami történik velünk című nóta, a Bérház című korongról, amely Bornai Tibornak a szóló lemeze. És hát nagyon egyébként ajánlom figyelmetekbe ezeket a Karinti Vera Bornai Tibor esteket itt a Karinti Színházban, hol máshol. Tényleg nagyon hangulatosak és nagyon mély lelki élményeket hoznak, ahogy ők beszélnek ezekről a dalokról. A kettejük duettje pedig egy ilyen nagyon felemelő, nagyon szép valami, és hát amúgy is, aki szereti a KFT-t, az már biztos bírja az öreg göndörhajú billentyűst, aki ezeken az esteken egyébként billentyűzik is, de inkább gitárt ragad a kezébe, és úgy éneklik ezeket a csodálatos nótákat egyébként. Aztán írja itt nekünk, de sokat kell visszatekenni, nagyon sok minden üzenet érkezett. Azt mondja, hogy Gábor írja, ma Györgyi, hogy Biza korlátlan mobilnete van, és hát ennek nagyon örül, én meg nagyon irigykedem, de közben már írja nekem, hogy hogyan lehet korlátlan mobilnetem nekem is, de hát én most megint azt hiszem, hogy nemrég kezdtem el egy 2 éves hűséget, úgyhogy ne, egy ideig nekem nem lesz korlátlan mobilnetem. Aztán írja Szilvia, hogy Gabi, a korlátlan net fontos, így van. Attila pedig írja, hogy görög zene, szeretem. Hát lehet, hogy ez nem az a típusú görög zene volt, amit te vártál, kedves Attila barátunk, de attól függetlenül azért remélem, hogy tetszett a Fragile Westness muzsikája. Még ma tervezem, hogy többször is előfordul, vagy itt a következő hetekben majd több ilyen görög progresszív heavy metal is beforog majd a másfél holdpont éterébe. Juli írja, ami törpillánk, hogy Szilvius, Tímea és Botond is rokonom, náluk szoktam nyaralni, na azért vagyok most hálás neked, hogy láthatlak, nem csak hallhatlak. Jókat mosolygok itt egyedül. Hát én erre írtam neki, hogy dehogy vagy egyedül, itt vagyunk veled mind. És erre Juli azt írta, hogy persze, hogy veletek a szobámban, de ott sem vagyok egyedül. Itt a két kutyus is, úgyhogy hát ezek szerint Juli abszolút mértékben nem unatkozik ma este. Szilvia írja, hogy hálás vagyok, hogy te vagy nekem, Gábor. Úgyhogy itt csiripelnek a mi kis szerelmes turbékoló gombjaink. De egyébként nincs ezzel semmi baj. Örülök neki, hogy ez így zajlik ma este, és hát mondom, kiadhatjátok a lelketeket. Úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon szép dolog. Aztán írja Attila, hogy hálás vagyok, hogy hálás vagyok. Hogy hálás lehetek, amiért hálás vagyok, hogy. Pont, pont, pont. Most azt hiszed, hogy viccelsz, Attila. Nem. Hálás lehetsz azért, hogy tudsz hálás lenni. Mert a legtöbb ember, ezt veszem észre, elvárja, hogy vele jó dolgok történjenek. A legtöbb ember készpénznek veszi az egészséget, készpénznek veszi, hogy neki munkája van, jogának érzi azt, hogy őt szeressék, megbecsüljék, kedveljék, és hogy ezért nem kell neki semmit tenni, mert ez egy állapot, amiben ő ott van, és hogy őt kielégítsék, hogy őt megfizessék, hogy ő vele jót tegyenek, mi sem természetesebb ennél, hogy neki mindene meglegyen, amire éppen szüksége van, vagy amit kigondolt magának, hogy neki lehetőségei legyenek, hogy neki jogai legyenek, hogy neki szabadsága legyen. Hát voltak azért olyan időszakok, amikor mondjuk ezért a szabadságért emberek haltak meg, amit te most élvezel, kedves barátom. Úgyhogy ezért is fontosak például ezek az ünnepek, amelyek megint kokárdát kell tűzni, meg sokszor így fogjuk fel, és közben rohadtul fontos az, hogy úgy belegondolj abba, hogy akár az 56-os hősök, vagy 1848, hol van az már, te jó Isten, de akkor is, hogy azért nem volt ez annyira egyértelmű, hogy te békében élhetsz itt, hogy neked most ma este
nem azon kell törnöd magad, hogy honnan szerezzél egy vekni kenyeret a családodnak, hogy ne hajjon éhen a gyerek, hanem jól teletömted a hasikádat a hűtőszekrényből, vélhetően a jövő hónapban is tudsz venni magadnak élelmiszert, ki tudod fizetni a rezsit, meg még erre-arra is azért futja. Ezek óriási dolgok, hogy most így élhetünk. Én hálás vagyok, tényleg hálás vagyok a történelemnek, hogy akkor születtem, amikor már nem ölték egymást halomra az emberek. Hálás vagyok annak is, hogy úgy sikerült itt rendszert váltani a 90-es években, még hogyha ez annyira nem is hozott magával olyan sok jót. De legalább úgy, hogy nem öltük halomra egymást. Hogy megint nem hoztunk sokszor felesleges, vagy a legtöbb véráldozat valahol bizonyos aspektusból nézve az felesleges és fájó. Mert 56 sem úgy ért el az eredményét, hogy több ezer embert halomra gyilkoltak, utána meg kivégeztettek. Vagy hosszú időre börtönbe zártak. Tehát nem szeretem a forradalmakat, de mégis hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ott életüket adták a szabadságunkért. Akik megdolgoztak azért, hogy megmutassák a világnak azt, hogy saját életük árán is megdolgoztak azért, hogy bebizonyítsák, hogy ez így nem jó, ahogy van. És hogy felébresszenek minket, meg az utókort, hogy hogyan kellene úgy csinálni, hogy ne jussunk ugyanerre a sorsa, ahol ők vannak. Noxi is itt van velünk, Zsolt Gödöllőről, aki azt ajánl nekem egy általam egészen jól ismert gyógykészítményt, hogy azt kellene nekem szopogatni. Hát erre a problémára sajnos nem jó, próbáltam. Attila pedig egy egészen másikat ajánl. Hát attól én meg itt elaludnék valószínűleg, de lehet, hogy elvinné a problémámat az a gyógyszer, de nem akarom kimondani a gyógyszereknek a nevét, már csak azért sem, mert nem fizettek semmit azért, hogy ezt a műsort támogassák. De itt hívom föl a tisztelt gyógyszergyárak figyelmét, hogy nyitott a műsor arra, hogy mindenféle támogatást ide behozzanak. És a Civil Rádió is természetesen. Aztán itt van velünk Anna, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, és kívánok neki egy gyönyörű éjszakát. Gábor is újra csatlakozott, úgy látszik, hogy időközben levált, és aztán Attila írja, hogy rosszul fejeztem ki magam, szinte bármilyen görög zene jöhet. Ha már görög zene, akkor eszembe jut George Dalaras, akinek egyik dalát nem tudom, hogy miért, de a Civil Rádiónak a közvetítő kocsiában, meg ilyenben is voltam egyszer, kétszer, párszor, valamikor a réges-régi múltban a szigeten, éjfélkor így hétfő este, amikor befejeztem a másfél holdpontot, akkor hirtelen nem tudtam jobbat kitalálni, mint ezt a George Dalaras dalt, és bepattintottam oda, és én meg kiugrottam a még éjfélkor is meleg lakókocsiból, hogy akkor rágyújtsak, meg megpihenjek, meg mit tudom én. És ilyen hangszórókon persze szólt az egész adás ott a közvetlen környezetben, és jött egy egyedüli lány, és az elkezdett kiabálni angolul, hogy ki volt az, aki ezt a zenét berakta. És én mondom neki, hogy szerénye, hogy én. És egy nyakamba ugrott, és össze-vissza puszilt, megölelgetett, és azt mondta, hogy ő egy görög lány, aki idejött Magyarországra erre a Sziget Fesztiválra, és hogy ez a legnagyobb élménye, hogy az ő földjének szülöttje, George Dalaras, akiért rajong, akit szeret, tisztel, annak a dalát itt most meghallott, és hogy mondjam el, hogy mi ez, és akkor elmondtam, hogy a Civil Rádió, és hogy ez egy élő közvetítés innen a Szigetről, és hogy ez most az éterbe is megy, és hogy ő annyira boldog volt attól, hogy egy magyar rádióban lejátszák a görög zenét, hogy sose felejtem el ezt a kedves történetet, én magam sem.
Szilvia írja, hogy én hálás vagyok mindenért, ami megadatott. A jóért, a rosszért. Figyeljetek! És a legfontosabb, a kislányomért vagyok a leghálásabb. Hálás vagyok a múltért, ami megtanított azzá lenni, ami most vagyok. Ez egy nagyon pozitív hozzáállás, és örülök, Szilvi, hogy ezt így elmondtad most itt mindenki előtt, hogy igenis, a rossz dolgokért, a velünk történő bal sorsért is hálásnak kell lennünk, mert az is megtanít minket valamire. És hogyha nem vagyunk hálásak, akkor mik vagyunk? Akkor elégedetlenek vagyunk. Akkor szenvedünk, akkor szembe megyünk a saját sorsunkkal. Akkor vitatkozunk az Istennel szinte. Tehát ez már egy káromlási folyamat valahol, és önmagunkat is egy olyan szituációba sodorjuk, amiből jól kijönni nem lehet, amiben csak belebetegedni lehet, ami csak újabb fájdalmakat és szenvedést szül, hogyha nem vagyunk megelégedve folyamatosan a sorsunkkal. A folyamatos hálaadás, hogy én most megehetem ezt a vajas kenyeret, még hogyha nem is lazacos szendvics, de legalább van most egy vajas kenyér itt előttem, de jó lenne most egy vajas kenyér, rohadt éles vagyok. Na mindegy, szóval tényleg az, hogy képes vagy, hogy hálát adni a legidétlenebb kis hülyeségért is, hogy észreveszed azt, hogy egy pillanatra kibújt a nap a felhők mögül. Hogy észreveszed azt, hogy hopp, most az elmúlt 2 percben nem fájt a fogam. Most már megint fáj, de volt 2 perc, amikor nem fájt. És ha képes vagy ezeket így földolgozni, és képes vagy ezért tényleg őszintén szívből jövően hálát mondani, akkor azáltal a saját lelkedbe generálsz egyfajta nyugalmat. Generálsz magadban egy elégedettséget, még akkor is, hogyha tulajdonképpen egy olyan szituációban vagy, hogy rohadtul nem lehetnél elégedett, de mégis valahogy te felfogod azt, hogy ennél még lehetne rosszabb is, és felfogod azt, hogyha te ebből a helyzetből ki akarsz törni, amiben most vagy, akkor ahhoz neked nyugodtnak, elégedetnek, kiegyensúlyozottnak kell lenned, nem szitkozódónak, nem elégedetlennek, nem szenvedőnek, nem görcsölőnek, nem magadba fordulónak, hanem lazának, nyugodtnak, boldognak, kiegyensúlyozottnak, és akkor fogsz tudni kijönni a slamasztikából. Úgyhogy ezért vagyok hálás én most Szilvinek, hogy ő megírta azt, hogy a rosszért is hálás tud lenni, másról nem is beszélve, hogy abból pedig tanul az ember. Tehát az ellenségeinkből, a egyéb problémákból is lehet tanulni. Úgyhogy ez tényleg nagyon jó, hogy ez így van. Tódor is itt van velünk, remélem, hogy Tódor is megírja azt, hogy ő miért szokott hálás lenni, mondjuk a jó zsíros gőzökért, vagy egy remekül megtekert kazánért, vagy bármilyenhez hasonlóért. Én is nagyon sok szép dolgot láttam az elmúlt hétben. Én most leginkább a panorámáért vagyok hálás, ugyanis az elmúlt héten elköltöztem kis családommal, 2 méterrel feljebb, úgyhogy most egészen magasan érzem magam. I am on high! és az egyik ablakból lehet látni a Ferihegyi leszállópályát. Igaz, hogy elég komoly távcső kell hozzá, hogy ott lássam a repülőgépeket leszállni, de óriási dolog tényleg ott nézni, ahogy az irányító torony mögé ott besüllyednek a repülők. Persze csak ez jó láthatóságban, meg szép időben valósulhat meg, de én például hálás vagyok ezért, hogy ilyen helyen lakhatok, és kukkolhatok a beszelátommal. Jönnek a csörgőkígyók, Rattlesnakes, és ez a Tori Amosnak a nótája lesz. Utána pedig egy másik hölgy, csak nem az Egyesült Államokból, hanem Üzbegisztánból. Ő lesz Sevara Nazarkhan, és a Yalla Yorin című felvétel fog megszólalni nem sokára. Itt a 98 MHz-en a másfél holdpontban. Thank you.
wears a hat, although it hasn't rained for 6 days. She says a girl needs a gun these days, hey, on account of those rattlesnakes. On account of those rattlesnakes. She looks like a movie saint on the waterfront. She reads some. Gábor írja, hogy fáradt vagyok, hát tényleg igen, ez van, kegyetlenül sokat kellett hajtani az elmúlt héten, és hát ez nem változik ezen a héten sem, de egyelőre hálás vagyok annak, hogy van munkám, és tisztában vagyok azzal, hogy hajszálon függünk sokan. Én is most ezen a nyáron be fogom tölteni a 45. életévemet. Látjátok, nem vagyok egy jó kiállású fazon, tehát nincsenek olyan skilljeim, ami rám van írva, hogy mit tudom én, egy állásinterjú mondjuk jó eséllyel indulnék, még így 45 évesen is mondjuk egy vezetői vagy valami egyéb állásért. Tehát én nem úgy viszonyulok az élethez meg a dolgokhoz, hogyha nem becsül meg a főnök itt, akkor én lépek, szeva, keresek jobbat, hanem én igyekszem magamat megbecsülni, meg a munkámat megbecsülni, és teljesíteni a legjobb tudásom szerint minden feladatot, mert sokszor megéltem már az elmúlt 10 évben azt, hogy ha elveszítem a munkámat, akkor nem igazán van másik. Hiába nyújtok be pályázatokat, hiába baromi jók a referenciáim, hiába mondják azt, hogy iszonyatos munkára erőhiány van Magyarországon, nem fogok tudni találni egy olyan állást, amelyben megkeressem azt a pénzt, amire szüksége van a családomnak, amivel el tudom őket tartani, és ehhez hasonlók. Tehát ez egy elég kemény folyamat ilyen szempontból. És sajnálatos is, mert nem volna szabad ennyire rabszolgává válni, mint amennyire rabszolgává válunk, de tény és való, hogy a világ az kegyetlen, és az embereket azt úgy ítélik meg, hogy ránéznek, és akkor azt mondják, hogy ki ez a kövér bajszos? Mit akar ez itt? Biztos lusta. Ez nem dolgozna rendesen. Ráadásul 45 éves is, más nem veszük föl. Ott van az a nagy mellű szőke. Az jó lesz. Még nő is. Hát, ha sikerül majd megfektetni. Vagy ott van az a 25 éves srác, aki még 180-ért is eljön ide dolgozni. Nincsenek komoly bérigényei. Simán meg fogja tudni csinálni ezt a feladatot. Jól irányítható, stb. Szóval ezek ilyen nehéz dolgok. És rettentő módon félek attól, hogy bekövetkezik a gazdasági életképtelenség az életemben. Tehát amikor már nem fogok tudni termelni, hogy ahhoz az mit fog szólni a feleségem, mi történik velem a környezetembe. Tudok-e majd bejárni ide a rádióba, műsort készíteni, lesz rá pénzem, ehhez hasonló. Miközben elindult az adás. Ez itt a 98 MHz, kedves hallgatók, és benne a másfél holdpont, és én ígértem nektek egy Sevara Nazarkand felvételt, de hát ezt majd a későbbi időpontokba fogom lejátszani. Azt írja Attila, hogy Szilvius nézi a saját adását, ezek szerint Szilvius hálás, amiért nézhető az, amit csinál. Nem a saját adásomat nézem egyébként, hanem közben próbálok ilyen kétféle rádióműsort is csinálni, az egyik egy ilyen képi, meg egy nem képi, úgyhogy azért is biztatnám egyébként csak a rádiót hallgató kedves embereket, akik itt vannak, hogy talán azért is kapcsolják be a Facebook Live-on az adást, mert ott képes vagyok az elékre rábeszélni is. Ez egy régi dolog, hogy nekem annyira szent egyébként a zene, hogy én nem szoktam rádumálni, és a rádióadásban ez meg is marad, ez a fajta tisztelet a zenék iránt. Viszont a
Facebook Live-on, tehát a úgynevezett televíziós adásban, ott azért néha hozzáfűzök egy-két gondolatot, már csak azért is, mert sajnos azt vettem észre, hogy ha nézitek az adásnak a podcastját, akkor a Facebook is, meg a YouTube is, ahol szintén fölkerülnek ezek a videók, azok nagy előszeretettel tiltogatják le ezeket a hangsávokat, ahol megszólalnak ezek az ominózus zenék, amelyek, hát jó van, na hát persze, hogy valamelyik kiadónak a tulajdonát képezik, meg a művésznek a tulajdonát képezik, de hát könyörgöm. Én ezeket a zenéket népszerűsítem azáltal, hogy broadcastolom őket. Hát könyörgöm, ez egy broadcast adásnak a lenyomata, tehát ez egy kvázi reklám, tehát hogy az oké, hogy ők nem fizetnek azért, hogy én reklámozom az ő zenéjüket, de hogy most letiltják a hangsávból, mert jó, hogy nem büntetnek meg már, vagy valami ehhez hasonló, hogy én népszerűsíteni mertem őket. Tehát egy kicsit olyan betegesen furcsa ez a dolog. Például volt egy népszerű együttes, akikkel csináltam egyszer egy ilyen próbatermi interjút, és hát ők is tökre örültek, hogy odajöttem, és bemutattam a rajongóknak a próbatermüket. Aztán eltelt pár hét vagy hónap, és akkor a YouTube letiltotta az egész videót úgy, ahogy volt, mert hogy abba, és az ő kiadójuk jelentkezett, mint jogtulajdonos, hogy hát ez most hogy megy meg, nem megy meg, ez ő kész, leszették a netről. Holott hát ők kérték, hogy menjek oda. Most akkor mi van? Hogy lehet ezt összerakni? Tehát ez ilyen nagyon furcsa dolog ez. Jaj, hát Attila, de kedves vagy, azt írja Attila, hogy jó kiállású vagy, csak nem odaállsz ki, ahova mások gondolják. Na most ezt nem értem. Ezt magyarázd, de légy szíves, lehet, hogy 23 óra van, még nincsen, de mindjárt. Lehet, hogy én ehhez túl sötét vagyok, hogy ezt megértsem, úgyhogy gyűjjön a beígért szevar a Nazarkannóta. Addig gondolkozom rajta, hogy ez mit jelent. Thank you.
yoshiga hayronman yalla canım yalla yorga o'tmaydi so'zim oromni chalib yalla shunisiga hayronman yalla canım yalla yorga o'tmaydi so'zim oromni chalib yalla oromni chalib Másfél holdpont, sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Szilvi azt írja, hogy teljesen jól beszélsz, ilyen világban élünk, kinézetre is ítélnek, vagy éppen betegség miatt nem kellünk a munkáltatóknak, ami igen megalázó egy fiatal számára. Hát ezért is tartom én rendkívül visszásnak ezt az egész nagy liberális világot itt körülöttünk, mert például ugye védjük a kisebbségeknek a jogait, látszólag persze, védjük a melegek jogait, védjük a másként gondolkodóak, másként élők jogait sokszor, de senki nem védi például a kövéreknek, vagy a soványoknak a jogait. Senki nem foglalkozik azzal, hogy valakit mondjuk azért utasítanak el egy állásinterjúban, nem a bőrszíne miatt, nem a szexuális attitűdjei miatt, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy hát a kövér az lusta. És ez ugyanolyan sztereotíp hülyeség, mint hogyha azt mondják arról, hogy a cigány az bűnöző, a zsidó meg gazdag, meg mit tudom én, ezek baromságok. Tehát nem lehet valakiről megállapítani a bőrszíne, a vallása, a szexuális hovatartozása, vagy a súlyfelesleg, vagy súlyhiánya alapján azt, hogy ő milyen ember. Nem, ezen múlik valami, de míg az egyik sztereotípiát büntetik, addig a másikat magasról letolják. És ezért is mondom azt, hogy itt ilyen iszonyatosan kettős mérce van sajnos ebben a tekintetben, és ezért nem tudok örülni annak, amikor a nagy tolerancia kampányokban úgy elfelejtik a lényeget, mert azt hiszem, hogy sokkal több embert érint a testsúlya miatti hátrányos megkülönböztetés, akár csúfolás az iskolában, kiközösítés, lenézés, egyebek, mint mondjuk a szexuális identitása miatti kirekesztés, vagy ehhez hasonló dolog. Ez így sokkal jellemzőbb és sokkal általánosabb, sokkal hétköznapibb, gyakrabban előforduló eset, és érdekes módon ezzel nem tesznek semmit, és akkor jönnek még azzal, ezzel szoktam leginkább fölháborodni, hogy hát jó, hát most ne haragudjál, de hát ezzel le lehet tenni, hát le lehet fogyni, meg diétázni kell, meg mit tudom, én nem kell annyi csokit zabálni, ugye? Hát ez, stb. Hát miért nem teszel ellene? Hát most miért nem mondják ezt ugyanezt egy melegnek? Hogy hát akkor legyél te is heteroszexuális, meg ezért, meg ehhez hasonlók, hogy miért nem mondják ugyanezt egy, mit tudom én, másként gondolkodónak, hogy akár, mert tisztelni kell azt, hogy ő más. És nem rögtön kibúvót keresni, hogy hát ez azért dagadt, mert csokit zabál. Nem biztos. Lehet, hogy hormonzavara van, lehet, hogy betegsége van, lehet, hogy tudom én, pajzsmirigy túltengése, vagy inzulin rezisztanciája, vagy valami ehhez hasonló dolog miatt nem tud lefogyni, vagy olyan életet él, amelyben
amelyben sajnos hát nincs lehetősége a mozgásra, vagy ehhez hasonló dolog, vagy alkatilag ilyen, vagy nem tudom. Tehát tényleg ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, hogy így álljunk hozzá másokhoz. Én soha nem ítéltem meg senkit az alapján, hogy vörös volt a haja, nagy volt az orra, barna vagy sárga volt a bőre, még a fogai, hogy hiányoztak, vagy büdös volt a szája, még az alapján se. Pedig talán az, amiért tényleg lehet valamit tenni, de hát most mondjuk egy szegény ember, egy szegény öreg ember, hát nem fog tudni magának 2,5 millió forintért új fogsort csináltatni, hogyha kirohadtak a fogai. Tehát ez is benne van. Zsolt írja, hogy én többször is töltöttem volna zenét a Facebookra, de nem engedte. Diszkriminál minket a Facebook is. Attila írja, hogy úgy értettem, hogy te egy különleges élmény vagy a mainstream világban, nem azt a kultúrát képviseled, amit a világ kultúrának értékel. És itt most tágan tessék érteni a kultúrát. Hát én mindig alter voltam. Ebben tökéletesen igazad van, és közben nagyon sok szeretettel ölelem keblemre Solykát, és aki megérkezett itt a műsornak a utolsó időszakában, és hát bízom benne, hogy Solyka, te is elmondod majd, hogy te miért vagy hálás. Egész életedben mi az, amiért a legtöbbet hálát szoktál adni, ha egyáltalán szoktál hálát adni, és miért fontos szerinted az, hogy hálát adj. Erről szól ez a mai műsor, de közben itt beszélgetünk persze minden másról is, csak itt Solykának összefoglaltam a dolgot. Tehát Attilának én most nagyon hálás vagyok egyébként ezekért a szavakért, amit itt elmondott azzal kapcsolatban, hogy én egy különleges élmény vagyok ebben a mainstream világban, hogy egy másfajta dolgot képviselek. Hát az a baj, hogyha én nem Dabis Balázs lennék, hanem mondjuk Sebestyén Balázs, akkor lehet, hogy sokkal jobb anyagi körülmények között élnék. És minden nap lehánynám magam, amikor a tükörbe néznék. Na, hát mindegy, szóval én bízom be, hogy tanult kollégám az élvezi, amit csinál. Biztos nem élvezném azt. Én is rádióztam kereskedelmileg. Hát... mi is a jó szóra? Rüheltem. Azt hiszem ez a jó szóra. Rettentő módon rüheltem. És amikor már ugye a műsorsávomnak a utolsó órájába léptem, és már lement az ételrecept, meg a mozi ajánló, meg a videó ajánló, meg a nem tudom milyen ajánló, meg a izé, meg a ilyen blokk, meg olyan blokk, meg a harmadik hírblokk, és akkor már alig vártam, hogy vége legyen. És akkor jött a főszerkesztő, és mondta, hogy Szilvius, mosolyogva vezetjük a műsort. Hát kedvem lett volna átdöfni valamivel, mikrofonálványjal, vagy ilyesmivel. Francnak van kedve mosolyogni, érted, amikor hülyeségeket kell beszélni, amikor semmi értelme nincs annak, amit mondasz, csak az, hogy mit tudom én, és akkor a hétvégén 20% kedvezménnyel kaphatunk a nem tudom milyen áruházban a Bakfis Baba pantallók, és a kamasz lány költözetek, és ilyen baromságokat kellett magyarázni. Hát biztos, hogy van valaki, aki ettől is jól érzi magát, hogy ilyeneket csinál, kiszolgálja a nagy kereskedelmi mainstream nagybüdös világot, de hát egészségére. Azt írja Gábor, de most nem a György, hanem a Marcel, hogy ezt a kokárdás mondatot hoz. Amit ismerünk, átélünk, többnyire addig terjed az empátiánk. Így a hála, mondjuk 150 év elteltével nem tűnik őszintének. Persze, nagyra becsült emberekről van szó, ez nem vitás. Más. Ha segítesz másokon önzetlenül, nem kell elvárnod a hálát, ha elvárod, nem voltál önzetlen. A második részében teljes mértékben egyetértek. Még akkor is, hogyha én most nagyon hálás vagyok neked, kedves Gábor, valamiért. De az első részében
szerintem van egyfajta olyan korszakokon átívelő gondolkodásmód, vagy nem tudom, micsoda hazafiság. Tudom, hogy ezt sokan lejáratták már a hazafias népfronttól kezdve jelen kormányunkig mindenki. Megpróbáltak ebből üzletet, szavazatokat kovácsolni, de ezeket most így félretesszük, és azt mondjuk, hogy ennek az egész hazafiságnak valami olyan századokon át ívelő dolga van, hogy nekünk voltak őseink, akik itt harcoltak, ezt csinálták, forradalmat robbantottak ki, városokat építettek, ahol szeretünk sétálni a mai napig is. Elfoglalták a hont, bejöttek ugye Árpád vezírék a Vereckei hágón, és jól kiszúrtak szvatoplukkal. Mindegy, szóval az egész történet, az egész históriánk, még hogyha inkább tragédiák sorozata, ugye ott a Muhi csata, Mohácsi vész, Habsburg elnyomás, Trianon, holokauszt, akármi, világháborúk, elbukott forradalmak, akkor is azért valahol volt benne sok szép is. Volt benne sok olyan kiemelkedő dolog is, amiért jó magyarnak lenni, amiért büszkék vagyunk sok-sok elődre. És abban a zsellérparasztól kezdve a feltalálóig, nagy tudósokig, világhírű, csodálatos emberekig, mindenki valahol benne van. Annak a történelemnek valahol mindenki részese. Úgyhogy én hálás vagyok az elődöknek. Bár lehet, hogy igazad van abban, hogy 150 év elteltével, vagy akár 1000 év elteltével nem túl őszinte ez a hálaadás, de valahol szerintem fontos, hogy így álljunk hozzá. Solyka írja, hogy én nagyon sok mindenért vagyok hálás, naponta apró cseprő csip-csup csodákért. Hogy találok üres parkolóhelyet, hogy kivételesen nem kések el, nem került utamba egy béna sofőr sem, hogy elvégeztem mindent, amit elterveztem, ha beteget látok, azért, hogy egészséges a családom, ha szegényebbet, akkor azért, amim van. S miért hálálkodom, mondok köszönetet? Mert mosolygósabb leszek tőlem magam is, mert pozitív leszek. Őszintén? Azért is hálás vagyok, hogy olvaslak, hallgatlak titeket. Én is hálás vagyok, Solyka, hogy itt vagy, és hogy megértetted ennek az egész hála témájú műsornak a lényegét. Ezt mondjuk nagyjából korábban én is próbáltam így fejtegetni a többieknek, de köszönöm, hogy ráerősítesz ebben a véleményben, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy önmagunk szempontjából nagyon fontos az, hogy hálásak legyünk valamiért. Tehát nem mi várjuk el a hálát, hogy ezt Gábor is az előbb olyan szépen megfogalmazta, bármiért is, mert önmagában az, hogyha segítesz másokon, az jó. Az magadnak is jót teszel vele. De azzal, hogy te képes vagy hálás lenni, az már egy óriási, óriási történet. Hálás vagyok, írja Szilvia, testvérkém, hogy itt vagy, és nagyon sok szeretettel köszönti Évát, aki itt van velünk szintén ma este. Hát Éva, kedves, mi is köszöntünk ebben a közösségben nagy szeretettel, és írd meg te is, hogy te hogyan szoktál hálát adni, és hogy miként szoktál hálát adni. Én nem olyan régen dolgoztam egy videós csókával, nem volt annyira hiteles nekem. Rohangáztunk, mint a mérgezett egér, csináltunk ilyen különböző feladatokat, és akkor néha mondom neki, hogy figyelj már, iszonyú éhes vagyok, valamit zabáljunk már, és akkor bementünk ilyen gyors étterembe, ABC-be, közértbe, és vettünk kiflit, májkrémet, mit tudom, ez ilyen tényleg ilyen vagy hamburgert, vagy güroszt, vagy ilyeneket. És azt látom, hogy ő lerakja maga elé az ételt, összekulcsolja a kezét, és így csöndben várakozik.
én is vallásos ember vagyok, de én ezt úgy nem szoktam ilyen kvázi idegen környezetbe ezt így megtenni, sőt, lehet, hogy imádkozom én is étkezés előtt, de hogyha mondjuk ilyen nagy társaságban vagyok, vagy egyébek, akkor azért nem így adok hálát az Úrnak, hogy akkor akár némán, vagy akár fennhangon ezt így nagy dobra verve, bár a vallásnak tulajdonképpen éppen az a lényege, benne is van a szóban magában, hogy én megvallom a hitemet, és hogyha én szoktam étkezés előtt imádkozni, akkor miért ne kezdhetnék ott bele a Baruchat Adonájba? Elvileg belekezdhetnék, de mégsem teszem, mert hogy az ilyen bensőséges dolog, vagy nem akarok én ezzel kitűnni, vagy más lenni, vagy semmi ilyesmit, és így nekem sem tűnt őszintének az, amit ez a fickó csinált ott, ahogy imádkozott, és egyéb tetteiből sem nagyon igazolta számomra azt, hogy annyira nagy keresztény ember lenne. Nagyon sok volt benne a gyűlölet például. Viszont azon elgondolkodtam, hogy én, aki ugye hívőnek vallom magamat, meg hívőként élem az életemet, hát miért nem szoktam imádkozni kajálás előtt, és azóta úgy, ha nem is rendszeresen, de ha eszembe jut, akkor azért úgy néha hálát mormolok a Jóistennek azért, hogy én most általában akkor szoktam egyébként, amikor nagyon finom kaja kerül elejébe. Akkor jut eszembe, ha csak úgy bekapok egy kakaós csigát, akkor úgy nem igazán, de amikor valami lehetőségem van valami jó tenni, akkor úgy eszembe szokott ez jutni, és akkor nem így rögtön nekiállok zabálni, hanem egy kicsit úgy elgondolkodom azon, hogy de jó is, hogy nekem megadatott most ez a karcagi birka pörkölt. Szia, Zsuzsi! Bocsánat, ágénbe lettem, egy kicsit járnom kell. Zsuzsi, örülök, hogy bekapcsolódtál, meg olyan későn, és kérlek, te is írd meg, hogy te miért vagy hálás. Szoktál egyáltalán hálát mondani? Ez pedig már a Kerekes Band.
és a Betyárhíró. Ain't no more outlaws on the big hill. There ain't no more real highwaymen to kill. The last one died in 1910. Today they call themselves businessmen. Mamas let them grow up to be lawyers. There's no need for outlaws and gangsters. There's no need for outlaws. Mr. Businessman dress in the latest mode. Ain't no outlaws to hunt you down again. Top dogs feed you with weed and cocaine. Take from the rich, then give to the poor. That old-fashioned way, why, it ain't working no more. That old-fashioned way just ain't working. Famous by Warren Wanted Pictures, while misters are shaking hands with ministers, sleeping sleepless under the shroud of stars, or giving parties in elegant dream cars. Sing the song about a working class outlaw. I won't say hero, because what's a hero? I won't say hero, because what's a hero? Ez volt a Kerekesband 2013-as korongjáról a Betyárhíró itt a 98 MHz-en. Előtte pedig Gen Dudley-nak a csodálatos zongora átirata szólt, a Backbeat. Hát igen, az Art of Noise volt az, amely ugye megteremtette a Kraftwerkkel együtt közösen a elektronikus zenéknek az alapjait valamikor a 80-as években. És hát az Art of Noise-nak, ennek az angol bandának volt egy klasszikus zenei műveltségű tagja, Gen Dudley személyében, és hát Ann Dudley mostanában ezeket a régi nagy Art of Noise slágereket átírt a zongorára. Közben egy szúnyog itt megpróbált szembecsípni. Na hát, fantasztikus, és egyébként tényleg ilyen nagyon jó pofa lemez kerekedett ki ebből, és olyan viccesen hangzanak ezek a régi nagy csörömpölő, zörömpölő
zajos elektronikus dalok így egyszál zongorával. Úgyhogy tényleg zseniális, amiket csinál Ann Dudley is, meg nagyon sok zenész ebben a világban, és én hálás vagyok annak, hogy ilyen muzsikákat mutogathatok nektek. Na de itt van velünk Zsuzsi, aki azt írja, hogy nem győzöm hálálkodni, ha látok, hallok olyan emberekről, akik szellemi, testi fogyatékosok, vagy a hitük hiányzik, hisz nekem az ad erőt, hihetem, hogy van felettük álló, minket irányító, nálunk nagyobb, felettünk álló hatalom, bárhogy is nevezzük őt. Tényleg rettenetesen nehéz lehet azoknak az embereknek, akik valahol lelki fogyatékkal élnek, és ez a hitük hiányzik, ez valami ilyesmi. Nagyon sok embertől elvették, és folyamatosan is próbálják elvenni tőlünk is, akár a transzcendensbe, akár önmagunkba, akár az életbe, akár a szeretetbe vetett hitünket, és nagyon sokan tényleg bele is esnek ebbe a csapdába, bele is keserednek az életbe. Hazudnék, ha azt mondanám magamról, hogy én nem szoktam néha kétségek között gyötörödni, hogyha hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem szenvedek gyakran ilyen problémáktól. Tehát ez minden embernek az életében megvan, de amikor előjön újra ezek a legtisztább, legmélyebb meggyőződések, amit hitnek, vagy vallási meggyőződésnek, vagy bármi ilyesminek nevezünk, és olyan kristálytisztán világossá válik minden, akár az, hogy az életünk végével nem ér véget az életünk, és ennek a bizonyossága megjelenik, akkor ez egy óriási dolog, mert az az ember, aki tudja azt, hogy van holnap, és azután is van holnap, és mindig van holnap, és örök lét van, az egészen másként áll hozzá az élethez. Egészen másfajta perspektívákat fog kidolgozni saját maga, családja számára, vagy akár az is, aki képes mondjuk hosszú távon gondolkodni. Tehát, hogy oké, hogy nekem most van 1, 2, 10, 20, 30, 40, 60 évem ebben a világban még, óvatos becslések alapján, de vannak már gyerekeim. Azoknak is lesznek gyerekei. És szeretném azt, hogyha mondjuk ezt a bioszférát ugyanilyen szépségben, vagy még egészségesebben adhatnám át nekik. Szeretném azt, hogyha ennek a nemzetnek a történelmét dicsőségesen írnánk továbbiakban, és nem egy dicstelen jövőt adnánk nekik magyarként. Szeretném azt, hogyha az ő kényelmük, életük az nem roncsolná az ő lelküket, hanem ők is megtanulnák azt, hogy küzdeni kell azért, hogy elérjünk valamit az életben, és hogy az szép legyen, és hasznos legyen az ő számukra. Szóval sok ilyen dolog eszembe jut. Solyka írja, hogy nálunk is van ima evés előtt. S nagy nevetés, amikor a legkisebb eltéveszti, felhangon elkezdi, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ez aranyos. Evésnél. Nekem evés után is van egyfajta hálaadásom román nyelven. És hogy miért román nyelven? Majd jól felhívlak és elmondom. Hát hívjál, kedves Solyka. Jaj, ezt a életemben először elfelejtettem mondani a Civi Rádió telefonszámát, mert olyan sok hozzászólás érkezett itt a Facebook Live-on keresztül, hogy egyszer nem éreztem szükségét. Telefonszámunk 489-09-99, és várjuk akkor Solykát, hogy hívjon minket, és akkor mondja el azt, hogy ő miért román nyelven szokott hálát adni evés után. Úgy veszem észre, hogy szavaidból azt veszem ki, kedves Solyka, hogy igen, hogy evés után van egy hálaadásod. Arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy ez a családban
ez ilyen közösen működik-e, tehát hogy ebbe mindenki részt vesz-e, és hát a gyerekek azok persze másként élik meg ezeket a dolgokat, meg ők sokszor ilyen tehernek, vagy idétlen dolognak is tartják ezt, de nem kell ezzel szerintem foglalkozni, hanem egy idő után majd ők is meglátják ennek a fontosságát, vagy komolyságát, vagy családot összetartó szerepét is, mert akár egy ilyen közös étkezés előtti háladás az arra is fölhívja a figyelmet, hogy az a munka, amit apa végzett, vagy anya végzett, amiből az a pénz lett, amit aztán az áruházban elköltöttünk, és amit abból készítettünk ennivaló, az érték. Hogy az nem egy természetes velejáró, hogy mi ezt megkaphatjuk, meg ehhez hasonlók, hanem az tényleg érték és fontos számunkra. Na, de minden igaz, akkor itt van velünk Solyka, és akkor ide messze van a másik telefon, bocsánat. Elfelejtettem idehozni. Remélem most nem borítok föl semmit. Kis türelmedet kérem, Solyka. Fölkapom, lerakom, adásba kapcsolom, és hogyha minden igaz, akkor Solyka már is itt van velünk a vonalban. Halló, halló, kedves Solyka, itt vagy? Halló, 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 szép szóval. Üdvözöllek, sok szeretettel. Milyen az idő Angliában? Ma boros volt, és esett is. Múlt héten nagyon napos volt 22 fokunk is, úgyhogy... Itt van, ugyanez van itt is, úgyhogy most ugyanez a helyzet. Itt is esik az eső, sajnos. A májusnak, ha úgy elünk, mint tavaly, akkor 2 hónap szárasság. Látjuk. Na, szóval miért román nyelven adsz hálát étkezés után? Hát az úgy van, hogy ezt én csak magamban szoktam mondani, és kivételnél minden étkezés után elmondom. Bár Magyar Rádióban vagyunk, azért gyorsan elmondom, hogy hangzik románul. Mondd el nyugodtan, persze. Oké. Doamne fi laudat ca maestaturat. Igazából ez annyit jelent, hogy légy dicsőítve, uram, hogy jól lakadtál. És az egész történet onnan indul, hogy valamikor még kollégista koromban, tehát 15-16 éves lehettem, adtam egy darab kenyérsarkot, nem túl sok, de adtam egy darab kenyérsarkot egy idős román öregasszonynak, aki ült az utca sarkon. És ott előttem megette, és teljesen hálás volt, és az ő száját hanghatták el ezek a szavak. És akkor belegondoltam, hogyha ő ennyire hálás tud lenni, hogy jó Isten jól lakadtam, mivel egy kenyérsarokkal, akkor mennyi hálát kéne nekem mondani, aki azért, na, magyarosan főzök, több fajtát is egy nap, meg ilyenek, szóval érted. Bizony, ezek a dolgok tanítanak meginket igazából arra, hogy mennyi csoda van körülöttünk a mi hétköznapjainkban, amelyeket egyáltalán nem is élünk meg csodának. Akár most például ez is, hogy te ott vagy Angliában, én itt ülök Budapesten egy rádióstúdióban, beszélgetünk egymással, ezt sokan mások is hallják. Ez is már önmagában egy csoda és egy fantasztikus dolog, hogy így terjednek az érzések, így kiadjuk a lelkünket, hogy van egy ilyen műsor egyáltalán, ahol ezt megtehetjük. Tehát minden szinte csoda így körülöttünk, és közben sokszor vagyunk ugye depressziósak, meg így magunkba zuhanunk, hogy mennyire szar az élet, mennyire semmi sem úgy tökéletes, ahogy mi azt szeretnénk, és közben pedig bennélünk egy kegyetlen nagy csodában. Az előző hozzászólásom, hogy emlékszel még rá ott is, hogy minden apró csipcsup butaságért hálát adok, úgy a magasságosnak, mint nem is tudom igazából isteni erőknek. Csak azt akartam még hozzáfűzni, hogy amióta ez van, észrevettem magam, hogy mintha kevésbé hajlanék a depresszió fele. Kevesebbet vagyok szomorú, és sokkal kevesebbet vagyok lehangolt. Gondolom, hogy akkor, amikor ugye elkezdek örömködni, most például nagyon beképzelt módon fog hangzani, de ugye múltkor sikerült, mondtam, megvettem életem első autóját, első saját fizetés, és elmentem egy ilyen csupa tükör épület előtt, és megláttam benne magamat, meg az autót, és ja Istenem, köszönöm, hogy ezt is megélhettem, tudod? Új autó, vagy használt? Használt autó, de nekem álom volt. Azóta már megvan a következő álmom, na több függetlenül, és most ez csak az autó, most ez nem a dicsekvés volt a lényeg, vagy hogy elértem egy következő, de nem mondom el, hogy milyen tervemet valósítottam meg az elmúlt 2 hónapban tervünket,
ami lehetetlennek tűnt, és azért is gyorsan hálátodok, elengedem, és lépek tovább, jön a következő. Olyan, mintha magasabb rezgésekre kerülnék, hogy nem tudom neked megfogalmazni. Szóval pozitív, és azt vettem észre, hogy hálás vagyok, örömködöm, és bevonzom a jó dolgokat. Biztos, hogy az Istennek semmi szüksége nincs arra, hogy hálát mondjuk neki. 100%-ig biztos vagyok benne, tehát hogy szerintem, mint a gyerekkoromban azt sem értettem, hogy miért jó az a jó Istennek, hogyha már az előbb a román nyelvről beszélgettünk, hogy ortodoxoknál például, búcsújárásnál, vagy ilyen nagyobb ünnepekon a beteg idős nénikék térden csúszva körbe, térde felik, úgymond, vagy 4-10 lábazzák a templomot. Uh-huh. És biztos voltam benne, hogy a jó Istennek erre biztos nincs szüksége, tehát nem lesz jobb a napja. Tehát tudja, hogy valami egy kicsit túl van misztifikálva, ugyanúgy a könyörgés, az imádat, meg abszolút... Ők minden. Emelkednek fel tőle? Ők ezek az emberek, akik ott térden csúsznak? Így van. Ő hisz abban, hogy ezáltal kifogja saját magát a saját hajánál fogva, csak ezt nem tudja ráncigálni a saját nyomorúságából. És tényleg, mivel ő háromszor körbejárt a térden ezt a templomot, amit ő kér, azt Jóisten meg fogja adni, és meg is adja, azért, mert beszélte valamit, tehát lelkiekben rákészül, és így van a terveinkkel is. Tehát megvan, elértem a sikerérzés, a pozitívum, hogy igen, képes vagyok rá akkor is, hogy ez még 2 hónapja lehetetlennek tűnt, mehetek a következőért. És megvan a neked, hogy egy következő is meglegyen. Azok óriási dolgok, amiket így sikerül elérnünk, és hogy óriási dolog az is, hogy te erre rájöttél, hogy ez miért fontos neked. Lehet szerinted olyan ember, aki hálaadás nélkül is teljes életet él? Tehát elképzelhető olyan ember, aki nem ad hálát, és mégis boldog? Nem, mert az, hogy hálát adsz, hogy mondjam, ennek sok formája van. Most képzelj magad előtt egy sikeres üzletembert, aki egy nagy üzletet készül véghez vinni, sikerül neki, és nem azt mondja, hogy hálásan köszönöm Istenem, megcsináltam, hanem így fél kézzel belelő a levegőbe, és kijelenti azt, hogy yes! Ez az öröm, ez a hálás, ez az elértem, érted? Schumacheres levegőbebukszolás, igen. Körülbelül, hát ezt a férjemmel kellene majd kitárgyalnatok. Nem nagyon értek szegényeket. Én is egy kicsit megszivattam a hétvégén, mert így kacélkodtam, hogy elmondjam, hogy ki ezt, hogy meg akarod nézni. Tér meg neked. Persze nem mondtam el. De érted, hogy ennek a hálás örömérzetnek is többfajta módja van. Tehát nem biztos, hogy mindenki hálának hívja, vagy annak tartja, pedig valójában az. Az. Igen, köszönöm, hogy erre is rávilágítottál, drága Solyka. És hát nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és hogy van egy új autód. Én is megéltem ezt. Én 2016-ban vettem meg életem első autóját, azóta már rengeteg pénzt ráköltöttem. Kívánom, hogy neked ne így legyen. De... Én is költöttem már rá, úgy indítottunk, kicsit átvert a tipikus úriember angol vevő, angol hölgy, de most már rendben van. Nem is az a lényeg, hogy milyen vagy mekkora. Tehát nekem ez egy álomautó volt, megvan a következő, tudom, hogy mi lesz a következő álomautó, csak hát még van közte sok tennivaló. Igazából itt nem is maga a tárgy, mert épp úgy ház is, ugye a tengerparton, ahol már írom a könyveimet. Nem is maga a ház, hanem az autó, hanem az, hogy egy lehetetlennek tűnő. Tehát hol gondoltam volna én azt már 2 évvel ezelőtt, hogy én saját keresetből hitelmentesen meg fogom venni magamnak a több milliót érő autót? Hol? Hát és óriási, igen. És nem kell nagy dolgot tenni, és nem csak erről, ezekről beszélgetünk, arról, hogy a gyerekem folyékonyan beszél angolul, vagy arról, hogy mit tudom én, akármiért, vagy bármi lehet. Igazából azt mondják, hogy ha van egy terved és van egy célod, amit el akarsz érni, körülbelül ugyanannyi felépíteni egy házat, mint felépíteni egy több milliárdos vállalkozást. Na most már mondd meg, hogy milyen autót vettél. Csak egy ML Mercit. Milyen Mercit? Színű ML. ML Mercit, jó. Egy 2-7-eset, igen. Egy kis aranyszínű kis solykás autó. A solykás autó, remek jó. Igen, mert azt írja forgalmában, hogy ezüst is nem igaz, mert aranyszíne van, ha lássuk a nap. Aha. Hát az is olyan, én tudod. De most érted, mit akarok mondani, legyen az egy vállalkozás, hogy legyen az egy, nem tudom, akármint, tehát nem az a lényeg, hogy mekkora az a dolog, nincs lehetetlen. Nincs lehetetlen, hogyha benned van, és el tudod képzelni, és ha már el tudtad képzelni, hogy az a tied, akkor az a tied. És most itt nem a titokkönyvet akarom reklámozni, meg nem a nem tudom milyen szektákat, hanem tényleg magamon tapasztalom azt, hogy kitűzök egy célt, hogy ez nekem az kell, és akkor nem ülök le siránkozni, hogy jaj, tudod a viccet a nyuszikával, meg az ásóval, amikor el akartak érni rókától az ásót. Jaj, nem mondd ki. Ja, igen, nem fogom úgy kimondani, de tudod, ez a tipikus, vannak emberek, hogy én ennek neki se fogok, van egy álmom, nekem az úgy se fog sikerülni, nincs pénzem, nincs időm, nincs energiám, én szerencsétlen, én nyomorult, és akkor biztos, hogy nem.
Hát Solyka, nagyon köszönöm, hogy a műsorra fölraktad a koronát ma este, és mindezt elmondtad. Neked szól a taps, és hát bízom abban, hogy... Koronámat is megyek mosogatni, de azért köszönöm. Bízom abban, hogy azért sikerült néhány embert meggyőznünk arról, hogy nekik is fontos, hogy hálát adjanak egészen hétköznapi és egészen egyszerű dolgokért. Köszönöm, hogy az itt vagyok. Már megéli, mert a hála valahol, bocsánat, szabadba vártam, a hála valahol elismerés, hogy igen, megcsináltam, igen, megvan, igen, sikerült. Önmagunk azért számára. A hálát, ami megvan. Így van. Drága Solyka, kívánok neked és kedves családodnak minden jót a közös Albionba, és örülök, hogy köszönjük. Megvan a merci. Jövő héten megint. Várunk rád. Szia-szia, minden jót. Kedves hallgatók, ez volt a Másfél Hold pont itt a 98 MHz-en. Solyka gyönyörű betelefonja után én már nem is tudok semmi okosságot mondani, úgyhogy szépen lekeverem magamat. Peter Gabriel Bound to Earth című nótájával, ami szintén erről a nemrég megjelent válogatásról forog be az éterbe. Vigyázzatok magatokra, ne essen tovább az eső, ezt kívánom, és találkozzunk egy hét múlva is itt a 98 MHz-en. Your feet had been bound by what gravity brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky, so come on. No better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after. We send the seeds out in the trees. Did you think you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Despite all you made of it, you're always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after. We send the seeds out in the trees. We're coming down to
to earth. Redefine your priorities. These are extraordinary qualities. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. The birds singing in the trees, and the land will be looked after. The sun is setting. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. Coming down to the ground. We're coming down to the ground. We hear the birds singing in the trees, and the land will be looked after. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmeteket itt a rádiónézésben is. Azért nem remélem értékelitek ezeket az utolsó képsorokat, amelyeket ilyen egymásba gerjesztett képekkel hozok létre. Szerintem rendkívül viccesek, különösen ma. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!